Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható december hónapban a kos jegyében születetteknél? Én is ide tartozok, hiszen én is a kos jegyében születtem. Ez egy általános kivetés, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást, például ezeket a havi jóslásokat. A díjam 4000 forint. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen az első sorban. Fölötted nincs kártya, az utalna a gondolatokra vagy a tervekre, de titokzatos vagy, zárkózott vagy, nem beszélsz ezekről a tervekről, nem engeded meg azt, hogy valaki bepillantson a gondolataidba. A férfiak itt láthatóak, vagy jelentheti a te lelki társadat. Egy vonalban vagytok, és itt a kártyák jelentik az ő gondolatait. Ő szeret téged, és szeretne beszélni veled. Itt voltak a múltban nézeteltérések, hiszen az ostor jelenti mind azt, ami fáj, vagy megbántott ő téged, vagy fordítva volt, te bántottad meg őt. Ez kicsit úgy fogva tart benneteket, de látható az is, hogy itt a szerencse, egy szerencsés fordulat, ami a szerelmet illeti. Itt a ravasz róka jelentheti azt, hogy valaki figyelget benneteket, hogy mi hogyan történik a párkapcsolat területén, vagy jelentheti a negatív gondolatokat, vagy negatív érzelmeket is, mint például a félelmeket, a bizonytalanságokat, vagy olyan gondolatokat, hogy ó, én ezt a szerelmet nem értemlem meg, ebből úgysem lesz semmi. Ezek a negatív gondolatok, érzelmek fogva tartják őt ebben a toronyban. És ez olyan, mint egy labirintus, keres egy kiutat, keres egy megoldást, és itt látható a mozgás, tehát lesz egy kiút. Ha te egy hölgy vagy, akkor melletted megjelenik ez a lovas férfi, az lehet, hogy lesz mozgás nálad, lesznek változások, és itt tisztázódnak a dolgok, ami a baráti kört illeti, és ez lehet egy férfi, aki közeledik barátilag hozzád, holott itt ez a kártya utal szexuális témákra is, lehet, hogy vannak nála ilyen gondolatok. De ez a kártya jelentheti a mozgást, például sportot, vagy autót, vagy költözködést, vagy kirándulást, tehát nem biztos az, hogy itt tényleg egy férfiről van szó. De az ő gondolataiban megjelennek a képek, és fél attól, hogy valaki közeledik hozzád, hogy megismerkedsz valakivel, vagy itt kialakul egy párkapcsolat, nála vannak félelmek. Te ezzel a kártyával vagy egy vonalban. Ez a torony sok mindent jelenthet. Például, hogy ki akarsz építeni valamit. Vagy lesz egy kirándulás, és a torony jelent egy nagy várost. Az is lehet, hogy ez egy férfi, egy magas, sovány férfiről van szó. Amit a torony még jelenthet, ez egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy. Ebben az esetben légy óvatos, mert itt van a hamisság. Tehát vagy van egy hamis személy ennél az intézménynél, vagy kapsz egy iratot, és ott valami nem stimmel, tehát vizsgáld át a dolgokat, ha egy hírről, ha egy dokumentumról, vagy szerződésről van szó. Te vele egy vonalban vagy, ami összeköt benneteket, az a szerelem, a könnyűség és a kommunikáció,
Te ezekkel a kártyákkal is egy vonalban vagy, kell a biztonság érzete, ahol le tudsz horgonyozni. Itt a nap megvilágítja ezt a helyet, tehát sikerülni fog. De a horgony jelentheti a munkahelyet is, és itt valami fáj, vagy van valaki a munkahelyeden, aki meg akar bántani téged. Ő ezekkel a kártyákkal van egy vonalban. Itt a ház körül tisztázódnak a dolgok, itt szerencse lesz, és van jövő, ahol kivirágzik valami. A múltban voltak itt nehézségek, félreértések. Ő egy vonalban van a ravasz rókával, ez lehet egy ravasz személy, aki figyelgeti őt, és amit még jelenthet a ravasz róka, rossz döntések, rossz kapcsolatok, negatív gondolatok vagy negatív érzelmek. És most megnézzük az egyes heteket. Első hét december hónapban itt látható. Lesz mozgás, vagy valaki közeledik hozzád. Barátilag, de azért vannak ilyen gondolatok, ami utal egy intim kapcsolatra. Itt tisztázódnak bizonyos események, a pénz útban van hozzád, vagy szerencsét hoz, itt van jövő, kivirágzik valami, és lesz egy jó hír, vagy előnyös szerződések, vagy nyeremények. Második hét december hónapban itt látható. A ház az jelenti az otthonodat, vagy a környezetet, vagy a családod. Itt voltak problémák, viták, veszekedések. Ez lehet egy hölgy, hiszen a kígyó utalhat egy nőre. Mellette a koporsó jelenthet egy régi kapcsolatot, vagy egy idősebb nőt, vagy egy örökösödési ügyet, ahol viták lesznek, nehézségek vannak. És akkor a torony jelenthet egy bírósági ügyet is. Itt lesznek olyan események, ami olyan hirtelen jön, de a kassa az el tudja vágni ezt a hölgyet, a koporsó le tudja zárni ezt a kapcsolatot, rájössz arra, hogy ez a nő meg akar bántani téged, vagy ártani akar neked, és lezárod ezeket a témákat, vagy ezt a kapcsolatot. Itt a torony lehet egy hivatalos dolog is. Harmadik hét december hónapban itt látható, ez a férfi gondol rád, szerencséd lesz a szerelmi élet területén, kisüt a nap, megvilágít valamit, lesz találkozás, lesz egy szerencsés fordulat, itt van a remény hozzá, vagy vannak utazások, a könyvek jelenthetik a tudást, a továbbképzést, mivel a hajó külföldet jelent, és ez a tudás jelentheti egy idegen nyelv tanulását is. Ami a hivatalos dolgokat illeti, légy óvatos, itt megjelenik a hamisság. Ami a szerelmet illeti, lehet, hogy valaki úgy figyelget benneteket, inkább az ő környezetében, hiszen ő van kapcsolatban a ravasz rókával. Utolsó hét, december hónapban itt látható. Vannak álmok, vágyak, elképzelések, de kell a türelem. Ugyanúgy, mint egy fának időre van szüksége ahhoz, mire gyümölcsözik, ha hiányzik ez a türelem, és siettetni akarod a dolgokat, megjelennek itt a kövek, ahol botladozol. Tehát légy türelmes, ha vágyakról, álmokról, elképzelésekről van szó, ez megvalósítható, de ez eltarthat tavaszig, akkor lesz itt egy új kezdet. Ez a férfi komoly döntéseket hoz, hiszen elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, majd elgondolkozik azon, hogyan tovább, melyik irányba. Itt lesz egy új kezdet, lesz egy ajándék, egy meghívás, egy meglepetés.
A horgony jelentheti a munkát, a hivatást is. Itt az egerek eltávolítanak valamit, a gólya jelent változásokat, tehát december végén, én úgy mondanám, talán még január elején lesznek itt munkahelyi változások, egy kreatív tevékenység, vagy munka gyermekekkel, ez lehet az ő munkahelyi viszonya, vagy itt lesz egy jó ajánlat, szerencse, és a kereszt jelentheti a hitet, hogy higgy ebben, vagy jelenti a döntéseket. És ez volt a havi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!